hoztam egy párkapcsolati vetést, ami egy működő párkapcsolatra készíthető el, és mert mivel így évvége van a szellem, illetve egy szellem tarót hoztam, a bútarót, ilyen nagyon bájos képei vannak, és a kapcsolati taró az úgy néz ki, hogy megnézzük először a kapcsolati jelenét. Erre most kijött a kehely kettes, ahol ugye itt egy nagy kehelybe fürdik a két főszereplő szellem, ami mindenképpen azt mutatja, hogy hiszen ugye a víz az érzelmek, hogy az érzelmek összekötik a két ember, tehát hogy a kapcsolatodban nagyon sok érzelem van, nagyon sok szeretet van, nagyon sok ragaszkodás, úgyhogy nagyon jó helyen áll a kapcsolat. Nézzük te, hogy viszonyulsz a párodhoz, ezt azért szoktam megnézni, mert lehet, hogy tudat alatt az ember más, hogy viszonyul, mint ami látszik a másik oldalról, hiszen ugye a tudatos meg a tudat alattink bizony nem szokott nagyon összhangban lenni. Úgyhogy nézzük a te hozzáállásod. Ez az érme királynő, ami azt mutatja, hogy nagyon jól érzed magad a kapcsolatban, szeretsz egy picit irányítani, nagyon fontos számodra a biztonság, és az, hogy a kapcsolat növekedjen. És van benned egy ilyen nagy nyugalom, tehát hogy igazából, bár ugye ez egy irányító lap, azért nem az a türelmetlen, hanem egy picit el is fogadja a másikat. Tehát van benne nagyon sok elfogadás, alkalmazkodás, viszont ami nagyon fontos, ezt csak a jövővel kapcsolatban mondom, hogy az érme királynő azért nem egy nagyon gyorsan változó személyiség, tehát ő szereti, hogyha fixen mindig ugyanúgy maradnak a dolgok, hogy mindig van egy nyugalom ebbe a kapcsolatban. Nézzük a partnered hozzáállását. Hát ez is egy érmelap, méghozzá az érme király, ami ugye szintén stabilitást mutat, tehát hogy ez a kapcsolat látszik, hogy nem most kezdődött, bizony itt nagyon-nagyon sok stabilitás van, nagyon sok minden összeköt titeket. Az érme király az azt jelenti, hogy szintén nagyon fontos neki a kapcsolat, nagyon ragaszkodó, ő is egy irányító, vezető személyiség, tehát hogy ebből egyébként esetleg lehet konfliktus, hogy ki, mikor, mit irányít, de alapvetően az érme király az viszont egy olyan ember, aki nagyon hűséges, nagyon ragaszkodó, tehát nem fog csak úgy otthagyni téged. Ami nagyon fontos lehet, és itt mindint visszautalok az előzőre, hogy egyikőtök sem feltétlenül akar változtatni, tehát az érme király meg az érme királynő is nagyon szereti a stabil, bevált, rutinszerű dolgokat, tehát hogyha jönnek hirtelen változások, azért itt lehet ezzel a probléma, hogy esetleg lassabban tudtok rá reagálni. Következő lépés, amit tenned kell, tehát a következő lépés ebben a kapcsolatban, hát érdekes módon ez is egy érmelap, pedig hát Isten bizony megkevertem, de hát úgy látszik, hogy erre most az érmék minőségben jobbak. Ez az érme négy, ami itt elég érdekesen van ábrázolva, hiszen megeszi az érmét. De hát persze ez szimbolikus, ez azt jelenti, hogy mindaz, ami van a kapcsolatban, ahhoz ragaszkodj, mert az táplál téged, tehát ne akarj most változtatni azon, ami működik, ami összeköt titeket, hanem mindent tarts stabilan egy helyben. Jó, tehát hogy most nem ennek van itt az ideje, hogy te változtass. És akkor a jövőről egy üzenet, az utolsó lapunk. Ez pedig a kehely négyes, egy nagyon bájos főszereplővel, aki így ilyen kémcsövekbe kis dolgokat készít. Éppen egyébként egy picit aggodalmaskodik, tehát hogy jelentheti ugye ez a testtartás, hogy van egy pici aggodalom benned, vagy lehet, hogy érzelmileg mennyire tud ez stabilan maradni. De egyébként ugye itt nincs mozgásban egyik. Hát itt ugye a kelyhek helyett üvegek vannak, és ezek nincsenek kiborulva, tehát látszik, hogy azért itt van egy stabil, összetartó érzelem. És hogy bármilyen aggodalom vagy nézeteltérés is lehet a kapcsolatban, ez meg fog tudni oldódni. Jó, és hát mindenképpen ugye ez is azt üzeni, hogy érzelmileg nagyon jól áll ez a kapcsolat, úgyhogy ezzel nem lesz semmi baj. Köszönöm a figyelmed, és ha tetszett a videó, nézd be a csatornára, akár a YouTube, akár a TikTok oldalán nagyon sok izgalmas tartalmat találsz, úgyhogy érdemes oda is benézned. Köszönöm a figyelmedet, szia!